Múlt hét csütörtök reggel egy 21 éves tunéziai férfi rontott be Nidza központjának székesegyházába. Brahim Aussaoui szeptember végén érkezett Afrikából a délolasz Lampedusa szigetére, majd október elejé lépte át a francia határt. Egy nőt gyakorlatilag lefejezett. Ezután egy férfinak vágta el a torkát, majd többször megszúrta a harmadik áldozatát, szintén egy nőt, aki még átmenekült a szomszédos kávéházba, de ott belehalt sérüléseibe. A szomszédos épületből jól látszott és hallatszott, amikor a rendőrök bementek a templomba, hogy ártalmatlanítsák a támadót. A férfit elfogták, tiltott fegyverviselésért és fegyveres fenyegetésért őrizetbe vették, és elmekortani vizsgálatnak vetik alá. A nidzai merénylet után pár órával a dél-franciaországi Avignonban szintén Allak Akbar felkiáltással támadt rá a rendőrökre egy férfi. Bakondi györgy miniszterelnök, belbiztonsági főtanácsadója, a, a Vendegé, jó estét kívánok! Jó estét! Aznap, amikor ez a fiatal ember partra szállt, akkor még több százan szálltak partra, ugyanúgy papírok, mindenféle igazolások, mindenféle. Mennyire halad megnyugtató irányban össze? Nem megnyugtató ez a dolog. Most, ha csak a tegnapi adatot nézzük, akkor azt látjuk, hogy hét hajóval négy százan érkeztek Lampeduzára egy nap. Tehát nyilvánvalóan azt is most már látjuk, hogy az olasz kormánynak a politikája, migrációs politikája gyakorlatban hogyan is működik. Valami fajta egészségügyi szűrésnek próbálják alávetni az érkezőket, ha és amennyiben találkoznak hatósággal. Ezt követőleg pedig átszállítják őket a kontinensre, ez esetben a terroristát átszállították Bariba, ahol kivizsgálták, és egy rövid időn belül, meg, már nem egészségügyileg, hanem hogy jogosult-e politikai menedékjogra. Nem volt az. Megállapították, hogy nem az. És ezek után kapott egy papírt. Vörös egy vörös papír. Hogy akkor ki van utasítva, utazzon el, utazzon ki. Ő pedig hát kiutazott, csak nem arra, mert az olaszok gondolták, hanem Franciaország irányába. Azt most még a nyomozás még tisztázgatja, hogy hát tulajdonképpen kikkel lépett ő kapcsolatba, mert az arról van felvétel, kamerafelvétel, hogy átöltözött, van kamerafelvétel, hogy valakikkel beszélt, találkozott, nyilvánvalóan onnan a kést is szerezte, és hát ezt követőleg szemrevételezte a templomot, ott is készült róla a felvétel, és majd pedig hát mondjuk úgy, hogy európai mentalitással szinte felfoghatatlan kegyetlenséggel meggyilkoltott három embert ebből az egyik hölgynek levágta fejét. Az egyik francia a főgárónak a publicistája felteszi a kérdést, hogy mi Európa jó stratégiája meglapulni, és nehogy felkeltsük valamelyik iszlamista szervezetnek a haragját, mert mint Európában, vagy pedig keményen fellépni. Ön hova tenni inkább a megoldás. A jó megoldás. Azt gondolom, hogy az a nemzet vagy az a nemzetek szövetsége, aki a saját polgárait, a saját kultúráját, a saját identitását, a saját területét nem tudja megvédeni az ellene támadókról, az nem jó véget ér. Tehát ön keményebb fellépés. Én azt gondolom, hogy a migránsoknak a illegális, jogellenes, ellenőrizetlen beáramlását meg kell állítani a határokon. Mégpedig len azért, mert a jogállam az ott kezdődik, hogy a jogszabályokat mindenkinek be kell tartani. Akár honnan jön, a jogszabályokat nem lehet semmibe venni, a jogellenesen nem lehet átlépni az államhatárt, okmányok nélkül, ellenőrzés nélkül, és aki ezt mégis megkíséri, azt meg kell ebbe akadályozni. Ez, ez az alap. Ennélkül, ha ez nincs, hanem folytatódik a 2015 óta már tapasztalt eljárás, hogy mindenkit beengednek, majd pedig egy idő múlva ott Németország esetleg több szövetségi államba is benyújt menekült kérelmet, és ott mindenütt kap szociális ellátást, de aztán végül nagy nehezen kiderül egy, esetleg egy-két éven belül, hogy mégse jogosult politikai menedékjogra, addig is eltartják, majd pedig ki kellene toloncolni, csak Németországban 400 ezer ilyen ember van, akiket ki kellene toloncolni, de nem tudják ki toloncolni, mert a nincs hova, nem, bizonytalan az állampolgársága, vagy, ez is gyakori, például azt mondja, hogy ő szír, és ezért Szíriába ugye nem lehet kiküldeni, mert Szíria nem biztonságos ország, és most azon megy a polémia belügyi vezetők, most a szövetségi belügyminiszter és a tagállami belügyminiszterek között, hogy hát nem -e lehetne találni Szíriába egy olyan területet, ami már biztonságos. Igen, ám csak egészen biztosan, hogy ők azt mondanák, hogy ők Idlib tartományból jöttek, és természetesen Jó. ott még mindig harcok vannak. De hát, hogy mondjam, ez egy hosszú távú megoldás, hiszen éppen most indult kötelezettségszegési eljárás Magyarország ellen, amiatt, hogy a Magyarország területén kívül lehet csak beadni a menekültügyi eljárásokat. Mi a realitása ennek, amit Én... megfogalmazott? A, a lakosságot az ilyen események, mint ez is, újra és újra megrázzák, újra és újra politikai következményekkel járnak, de aztán a média és a a érzékenyítés, nevezzük ezt ezzel a általuk nagyon gyakran alkalmazott kifejezéssel, kisgyerekek, meg betegek, öregek, a segítségre szoruló emberek, akik a háború előmenekülnek, menekülnek, fölkeltik a lakosságban a segíteni, segítő szándékot, mindaddig ez így zajlik, míg egy bizonyos nagyságrendet aztán visszafordíthatatlanná nem válik a tömegek jelenléte, és aztán ennek aztán súlyos politikai, közigazgatási, következ... biztonsági következményei lesznek. Bécsben is több támadás volt itt az elmúlt napokban, iszlamista támadástól tartanak, egy komolyabb támadástól is a szomszédos 200 km lévő fővárosban. Kizárható az, hogy magyar területre bejussanak? Ez iszlamist? kizárni nem lehet semmit, de azt azért vegyük figyelembe, hogy ahhoz, hogy egy komoly terrorcselekményt, akár csak a nidzait, mert hiszen oda kellett utazni, valakik segítették, útba igazították ruhát, hat, stb. Ehhez segítőkre van szükség. A segítők pedig abból a körből regrutálódnak, akik hát, muszlim emberként élnek abba az államba, és a másik muszlin érkezőnek segítséget nyújtanak. Vagyis minél nagyobb a szám, annál hamarabb talál támogatóra, annál hamarabb talál segítőre, és annál nehezebb kontrollálni a, a titkosszolgáltatóknak és a rendvédelmi szerveknek. A mi esetünkben kedvezőek, ehhez most az ott tapasztalatokhoz képest nagyon kedvezőek a körülmények. A, a muszlin népesség elenyésző, és akik legálisan tartózkodnak itt Magyarországon, ők is integrálódtak a társadalomba. Épp ezért a, a felügyelet alatt tarthatóság, a kontrollálhatóság, a... Külföldi titkosszolgatokkal való együttműködés okán reméljük, hogy alaposan tudunk szűrni. Egy súlyos szíriai bűncselekményt elkövető szemét fogtunk el korábban, most már a bírói van a vele szembeni eljárás ez is egy olyan eset volt, amikor a nemzetközi együttműködés keretén belül jutottunk információkhoz, bizakodunk, és természetesen a kormány is, és a nemzetbiztonsági szolgálatok rendvédelmi szervek is mindent megtesznek a magyar emberek biztonságáért. Tehát, bon, köszönöm, hogy eljött. És köszönöm.